Folytatjuk adásunkat a Magyar Telekom által 2008-ban alapított Delfin díjjal. Ez a díj 2013-ban olyan vállalkozások elismerésére szolgál, amelyek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhoz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye példamutató. Köszöntöm a stúdióban a két díjazott cég képviseletében Beleznai Nándort, a Wagner Solar Hungária Kft-től és Vörös Miklóst az Interpower-től. Sziasztok! Megbeszéltük, hogy tegeződünk, akkor azt mondom, hogy sziasztok! Legelején ez a Delfin díj, mikor, hogyan, miként találkoztatok vele, miért volt nektek szimpatikus? Csak egy picit, hogy ezt a Delfin díjat azért megismerhessük, hogyha valaki még nem hallott róla. Én, ha minden igaz, egy hírlevél során kerültem ezzel kapcsolatban, megnéztem, érdekesnek tűnt, 4 kategóriába lehetett pályázni, és úgy ítéltük meg a kollégáinkkal, hogy van egy olyan kategória, amiben mi pályázhatnánk, mert úgy ítéltük meg, hogy tényleg ebben elég sok mindent tettünk az elmúlt évek során, és ezt a kollégáimmal elkészítettük ezt a pályázatot, benyújtottuk, és ez lett a végeredmény, amire nagyon örültünk. Gyakorlatilag. Akkor ez ilyen nagyon egyszerű. Ez egy viszonylag hírlevél, és akkor onnantól kezdve a pályázás. Miklós nálatok? Hát Interpower Kft. Annyit, hogy 1991 óta vagyunk szállítói a Telekomnak, az előd cégeinek is, és folyamatosan hát egyrészt a honlapon és a Telekom honlapon az információkat, híreket nézzük. Ott merült fel ennek a lehetősége, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet értékel a Telekom, és ezt díjazza is, és miután már az elmúlt 3-4 évben komolyan foglalkoztunk olyan dolgokkal, hogy energiatakarékosság, költségkímélés és ennek a megtérülési ideje, úgy ítéltük meg, hogy ezekkel a kérdésekkel érdekes lehet komolyabban bemutatni ezeket a kérdéseket a Telekom részére, ezáltal talán, bocsánat, több szakmai támogatást tudunk adni nekik. Akkor ez is ugyanúgy egy irodai történet, hogy ott megláttuk, ugyanúgy jelentkeztünk rá. Ja, akkor egy nagyon kicsit ismerjük meg a cégeket, hogy mivel foglalkoznak a cégek, utána pedig azzal, hogy akkor mi volt ez az ötlet, amivel jelentkeztek a Delfin díjra. Nándor, kérlek, akkor te kezd. Cég mivel foglalkozik? Egy kicsit ismerjük meg. Mi is elég végig alakítottuk a céget, 2002-ben jött létre, és ami érdekes volt, hogy szinte a Delfin díj átadásának az időpontjában töltöttük be a 11 éves életkorunkat. Ez volt akkor a szülinapi ajándék. Hát mi ezt így ítéltük meg. Mi megújuló energiaforrásoknak a hasznosításával foglalkozunk. Egy német cégnek a képviseletét láttuk el az első években, aztán miután láttuk, hogy elég sok minden egyéb olyan termékre is szükség lenne, ami a megújuló energiaforrások kategóriájába esik. Több egyéb nyugat-európai gyártóval kerestünk kapcsolatot, ezekkel sikerült megállapodnunk, sikerült megismernünk ezeket a termékeket, elég sok oktatáson vettünk részt, folyamatosan bővítettük a létszámunkat, és már azt lehet mondani, hogy több, talán 5-6 olyan céget képviselünk Magyarországon, akik különböző féle termékeket, napkollektorokat, napelemeket, hőszivattyúkat, biomaszakazánokat, pelletkazán, falgásokazánokat gyártanak. Ennek az árusítása folyik itt, ugye? Hát nem csak a kereskedelme kifejezetten, hanem ezeket a termékeket mi a saját tervezővel egy rendszerbe betervezzük, ezeket kivitelezzük, beüzemeljük, és aztán ja, azt már tapasztaltuk, hogy az évek során ezeket üzemben is kell tartani, és ezek az üzemben tartását is mi végezzük el. Gyakorlatilag ebből áll a tevékenységünk. Ez alatt az elmúlt 11 év alatt több mint 500 referenciát valósítottunk meg Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez egy elég példás szám, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egyre több olyan visszatérő ügyfelünk van, aki évekkel ezelőtt telepített valamilyen típusú rendszer, és ezt vagy kibővíti, vagy valamilyen hasonló, vagy más irányba is bővíti a rendszerét pontosan. És ezzel nyilván egyrészt környezetet is óv, nem kismértékben, másrészt pedig elég sok megtakarítást is tud biztosítani magának. Miklós? Hát Interpower Kft., mint a nevébe bent van, áramellátással foglalkozik, és ezen belül szünetmentes áramellátó rendszerekkel, egyenváltakozó áramú szünetmentes berendezések a fő profilja, ezeknek a telepítése, szállítása, karbantartása. A rendszerváltás óta működik az Interpower Kft., előtte az egykori villamosipari kutatóintézetnek a szakemberei dolgoznak benne, és igyekeztünk mindig olyan a szakmai színvonal csúcsán lévő berendezésekkel megjelenni, amivel újat tudunk mutatni a magyar piacon. Tehát mind váltakozó áramellátó berendezések esetében már 90-es években nagyon komoly referenciánk voltak. Azóta a berendezések fejlesztése, javítása és
fejlődése folyamán a veszteségek csökkentése miatt olyan új lehetőségek adódnak, amivel nagyon jelentős megtakarítást lehet elérni a régebbi időszakokhoz képest. Tehát ha egy példát mondok, egy 90-es években egy berendezésnek a hatásfoka 90-91% körül mozgott, az mai napban már 95-96%-ig is elérhet. Ez egy 4-5%-os javulást eredményez, de ez a 4-5% azon a teljesítménytartományban, ahol ezek a berendezések működnek, nagyon komoly megtakarítást okozhatnak. Tehát a fő profilja egyrészt a távközlési telefonközpontok áramellátó rendszerei, ahol 50-60, akár 100 kW-os központok is üzemelnek, azon kívül számítóközpontok és egyéb IT központok részére szállítunk áramellátó berendezéseket. Ami újszerű ebben az egészben, hogy az elmúlt 5-6 évben már a megkeresésekre, a válaszainkban mindig költségszámítást csinálunk, tehát azt, hogy ha egy adott berendezést megvesz, annak milyen plusz költségei vannak, mert egyrészt ki kell fizetni a fogyasztást, amennyit fogyaszt, de a tápberendezésnek a veszteségeit is fizetni kell a felhasználónak. Na most, hogyha ott akár 3-4-5% megtakarítást lehet elérni, az a berendezés árához képest nagyon jelentős összeg. Tehát olyan projekteken vettünk részt a Telekomnál is, amelyik akár 3-4 év alatt megtérül. Tehát mi nem generál legalább új túlfogyasztást, ami meg ugyancsak hát, pozitív. Először én azt kezdeném, hogy gazdaságos a vevőnek. Igen, hogyha fiskálisan nézed, igen, ez is teljesen igaz, de hogy még annak hogy a további védelmi szempontból gondolkodom egy picit, akkor meg ugye a túlfogyasztást gátolom meg ezzel. Főleg a 3-4-5%-nál, ugye, ami így elveszhet van. Akár. Hát az mindenképpen diszipálódik, és az veszteség. Hát most nem akarom megmondani a helyszínt, de most cseréltünk le egy áramellátó rendszert. Egyenáramút 30 fok volt a helyiségben a csere előtt, a csere után leesett 23 fokra. A klímák nem bírták már magyarán. Valóban észrevehető a veszteségben a különbség. Akkor azt mondhatjuk, hogy mind a két cég azért szigorúan kapcsolódik a fenntartatósághoz és a környezetvédelemhez. Egyértelmű. Ugye, ezt elég egyértelműen ki tudjuk jelenteni. A Delfindi elnyeréséhez miknek kellett megfelelni, milyen kritériumoknak a pályázatban, amiket le kellett írni, vagy mik voltak azok, amikkel lehetett nevezni így konkrétan a két cég? Mint ahogy mondtam, itt a Delfindi során 4 különböző kategóriában lehetett pályázni. Mi kifejezetten a környezettudatos nevelésre, oktatásra pályáztunk. Ezt részben megtehettük azért, mert egy új irodaházat építettünk pár évvel ezelőtt, és ebben az irodaházban csak és kizárólag megújuló energiaforrást használunk. Olyan szinten, hogy gáz, földgáz nincs is az épületben. Egy évvel ezelőtt felszereltünk egy olyan napelemes rendszert az épületben, ami energiafogyasztásunknak a kb. 50%-át tudja biztosítani. A további tervünk az, hogy ezt kibővítjük, és rövidesen a teljes energiaellátásunk gyakorlatilag a napenergiából fog megtörténni. Télen-nyáron? Ez éves szinten valószínűleg ez így fog megtörténni. Én azt gondolom, és ezt mind az interneten keresztül láthatóvá tettük. Gyakorlatilag bárkit, hogyha érdekel ez a technológia, hogyha pontosan szereti látni, hogy akár egy-egy napra vagy akár egy bizonyos időszakra mennyi energiát lehet előállítani. Pontosan ez mind követhető, sőt, még a széndioxid megtakarítás is követhető. Mi ezt valamivel több, mint egy olyan 14-15 hónappal ezelőtt üzemeltük be ezt a rendszert, és mostanáig több mint 4,5 tonna széndioxidot tudtunk ezzel a rendszerrel úgymond megtakarítani. Gyakorlatilag egyrészt egy eléggé szép példát tudunk mutatni arra, hogy hogyan lehet úgymond viszonylag ismeretlen energiahordozókból vagy energiákból egy épületet fenntartani. Másrészt pedig elég sok energiát fektetünk be abba, hogy közvetítjük ezt, hogy adjuk ezt, hogy mutatjuk ezt meg a társadalmi résztvevőknek. Nagyon sok képzést tartottunk, viszonylag sok szakmai szervezetnél előadásokat tartottunk, nyílt napokat szoktunk tartani, több év, minden évben néhány alkalommal, illetve ami most mondjuk valószínűleg a Delfindi elnyeréséért is egy pozitív elnyerésében részesült az, hogy a lakosság részére
egy teljesen díjmentes tájékoztatót tartottunk viszonylag sok önkormányzatnál. Ez egy egyszerű lakossági tájékoztatónak hívtuk, meghívtuk azt, aki érdeklődő volt, és egy másfél órás előadás során nem a mi termékeinket, hanem azt a technológiát mutattuk be, amivel ezeket az eszközöket használni lehet. Minden napelemről beszélünk most konkrétan? Nem, végülis minden egyéb termékről, hogy a napelemmel csak elektromos energiát lehet előállítani, de most már egyre többen vannak olyanok, akik ezzel a napelemmel mondjuk egy hőszivattyút működtetnek, mi is ezt tesszük, és így már akkor egy épületet teljesen önállóvá lehet tenni. Ezen kívül napkollektorokról, vagy pelletkazánokról, vagy akár szellőztető rendszerekről. Minden épületben szinte más-más eszközt lehet használni, és ezt próbáltuk meg közvetíteni, hogy szinte mindenkinek tudunk olyan lehetőséget kínálni, és nem csak mi, akkor nem csak rólunk szólt ez a dolog, hanem nagyon sok olyan cég van Magyarországon, akik ezt hasonló módon tudják, illetve felvállalják, és ezeket próbáltuk közvetíteni a lakosságnak, hogy igenis ezzel érdemes foglalkozni, ezt érdemes megtekinteni, érdemes megismerni, és akinek esetleg van arra lehetősége, akkor éljen azzal a lehetőséggel is. Próbálj meg én eszközt használni. De itt jön a kérdés, hogy is a lakosság mennyire volt érdeklődő, mennyire volt befogadó, hányan mentek el egy ilyen megbeszélésre átlagban, a megbeszélés végén esetleg mondjuk valaki azt mondta, hogy igen, akkor én is szeretném, megnőtte a forgalom, hogy akkor mi magyarok mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy az alternatív energiák irányába mozduljunk el? Hát vannak korábbi tapasztalataink, vannak olyan városok, vagy kisvárosok, ahol most már ezt több régebb óta csináljuk, ott többen voltak. Voltak, ahol sokkal kevesebben, az biztos, nem is arról szólt ez az egész végül is, hogy akkor azzal az előadás alkalmával mi rögtön egy ügyfélhez jussunk, rögtön üzletszerzéshez jussunk, nem ez volt a fő cél, hanem egyáltalán az, hogy megismerjék az emberek azt, hogy létezik ilyen, hogy esetleg időnként pályázattal ezt meg lehet támogatni, és akkor kisebb költséggel ezt meg lehet valósítani. Természetesen voltak sikeres előadások is, amiből megrendelések keletkeztek, volt, amit egy-két hét alatt realizálódott is, nyilván ennek örültünk a legjobban, de annak is nagyon örültünk, ha sokan eljöttek, és a végén nagyon sok kérdést tettek fel, és tényleg abból a rengeteg kérdésből láttuk azt, hogy érdeklődés van, illetve megválaszoltunk olyan kérdéseket, amivel valamilyen szinten tisztába tettük ezeket a dolgokat, mert érthetővé tettük. Akkor van érdeklődés, azt mondhatjuk. Én azt gondolom, hogy igen. Úgyhogy jövő héten is be van jelentkezve egy önkormányzattól, egy alpolgármester és egy műszaki kolléga, akik tovább szeretnék ezt a beszélgetést folytatni. És én azt gondolom, hogy ez ennek így kell történnie, gyakorlatilag ennek ez volt a szerepe, ez volt a feladatunk ezzel. Még egy kérdés, és akkor utána megyek tovább Miklósra, de hogy akkor például, hogyha önkormányzatról van szó, akkor mondjuk, hogy ők az iskolára raknának egy napkollektort, vagy éppen a polgármesteri hivatal ezt így képzeljem el? Nem, igazából volt olyan önkormányzat, aki felvállalta ezt, hogy... A szervezést, és akkor jött a lakosság. Így van, gyakorlatilag az önkormányzaton belül ezt hirdették, ők is felhívták a lakosságot, hogy igenis lesz egy ilyen, sőt biztosították sok esetben díjmentesen a helyiséget, vagy a teljes infrastruktúrát, és volt úgy, hogy az önkormányzattól is valaki ott volt, vagy éppen egy képviselőtestületi tag, vagy egy alpolgármester nyitotta meg ezt az egész programot, és akkor mivel ő is egy darabig ott volt, hallgatta, úgy onnan kedvet kaptak hozzá. Miklós, ugyanígy akkor a cég? Hát maga a megvalósítás, tehát az egész, ami az Interpower Kft-nél ezen a területen tevékenységet jelent, hogy a megtakarításból mit tudunk elérni. Tehát ez nagyon egyszerű hatások és veszteségszámítás mindig. Tehát meg kell nézni azt, hogy egy adott létesítményen milyen berendezés működik, valóban mikori az a berendezés, mit tud az a berendezés, és arra egy korrekt személyre szabott, arra a létesítményre szabott ellenőrző számítást kell csinálni úgy, hogy szabad-e vele foglalkozni, mennyi idő múlva szabad vele foglalkozni, megtérül-e, ahogy mondtam, mentérül meg, mert azért nekem az az elvem, hogy jó, ha egy kicsit kevesebb mert fogyasztunk, tehát kicsi a veszteség, akkor nem biztos, hogy a jelen gazdasági helyzetben bele... Igen, de csak 60 év után hozza vissza akkor az árat, abba nem szabad belemenni. Tehát én írtam le távközlési cégnek, nem a Magyar Telekomnak olyan mondatokat, hogy kaptam egy 30 darabos listát, és abból azt mondtam, hogy 10 darab berendezést ki szabad cserélni, a másik 20-hoz nem szabadna hozzányúlni, és a 10 berendezésben még az is hozzátható, hogy nem is egy másik, a saját berendezésemet cseréltem volna le. Nem volt érdeklődés részükről, mert nincs annyi beruházási keret sem sokszor, hogy egy 3-4 éves beruházást megfinanszírozzanak. De akkor a pályázat tárgya akkor végül is ez volt, ugye? Igen. A megtakarítás. Tehát az innovatív, megvalósítható fejlesztés a környezetvédelemért. És ez egyszerűen abból áll, hogy olyanokon tudtunk spórolni, hogy
bizonyos, ez már szigorúan és specifikusan távközlési dolog. Lehetőség van nem egy komplett rendszert kicserélni, csak annak bizonyos részeit, amivel ezeket a megtakarításokat elérjük, és ezáltal sokkal gazdaságosan, kevesebb ráfordítással ugyanazt az eredményt el lehet érni. Tehát nem szabad abban gondolkodni, hogy kidobjuk az egész mindenséget. Tehát minden esetben meg kell vizsgálni, hogy mibe szabad belenyúlni, mennyit szabad cserélni, és meddig érdemes elmenni. Tehát én itt a korrekt műszaki számítás, amit úgy gondolok, hogy valójában a jelenlegi műszaki értelmiség feladata, hogy valóban azt mondja el, ami az igazság. Igen, hogy ne csak az legyen, ezt el kell adni, hanem igen, hogy megéri-e annak, igen, aki megveszi. Igen. És akkor ez így korrekt. Tehát azt inkább nem adok el, most elnézést. Hú, hát legkevesen gondolkodnak így, nem? Hát azért ezt valljuk be. Igen. Nagyon sok ugye szempontnak kellett megfelelni a díjon, a díj, hogy megkaphassa az ember a díjat. Itt felsorolnám ezeket, és szeretném, hogyha mind a ketten reflektálnátok, hogy hogyan valósult meg ennek a megfelelése az adott cégen belül. Jó, és akkor csak címszavakat dobálok, és csak így válaszokat szeretnék rá. Felelős vállalati irányítás. Nándor. Tehát ez egy elég érdekes kérdés. Mi, miután megalakultuk rá 3 évre, bevezettük egy minőségbiztosítási rendszert a cégünknél, akkor még egész kis létszámmal dolgoztak, és elég komolytalan tűntük, hogy ilyen kis létszámmal mi ilyenre vállalkozunk. Na most ezt a rendszert mi azóta is üzemeltetjük. Ez is egyrészt a minőségbiztosításra vonatkozik, gyakorlatilag mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden, amit tényleg nagyon jó minőségbe szállítani tudunk a Nyugat-Európából, ez itt úgy legyen betelepítve és úgy legyen működtetve, hogy elégedettek legyenek az ügyfelek. Talán innen kezdeném. Azon kívül én azt gondolom, abban az irodaházban, amit létrehoztunk, ott egy olyan közösséget hoztunk létre, és olyan kollégák, olyan hangulatot tudtunk létrehozni, ami mindenki, minden ott dolgozónak a megelégedettségét tükrözi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elsősorban ez volt az, amit mi itt a pályázatban fel tudtunk hozni. Jó, felelős vállalatirányítás, kérdezem Miklós téged is. Ugyanígy akkor kérlek. ISO 9001-es és a 14001-es környezetirányítási minősítése szintén megvan a cégnek lassan már 20 éve, szóval kezdettől fogva, az első évektől kezdve ezekkel folyamatosan karban kell tartani. Természetes, hogy valamilyen szinten segíti a munkánkat, bár hozzátartozik, én úgy gondolom, hogy egy megfelelő vezetéssel nem csak a minősítés és nem csak az a bizonyítvány jelent valamit, hanem hogy a cégnek a szakmai háttere biztosít. És az néha nem kevés. De mindenképpen megvannak ezek a bizonyítványaink. Az embereink ugyanúgy jól érzik magukat talán nálunk, mert az elmúlt 20 évben egy emberünk megy nyugdíjba, és a céget egy vagy két ember hagyta el. Tehát gyakorlatilag állandó emberekkel, állandó partneri kapcsolatban dolgozunk. Ez, ennél többet nem tudok mondani. Okay, ez a felelős vállalatirányítás akkor a két cég részéről, akkor menjünk tovább. Ez még egy picit magától értetődő a következő, de azért csak felteszem, hogy egy-egy mondatot halljunk, hogy klímavédelem. Mit teljesít a cég a klímavédelem tekintetében? Eléggé kézenfekvők lesznek a válaszok, de azért... Hát én az előzőekben elmondtam, hogy abban az épületben, ahol dolgozunk, ezt teljesen környezetbarát módon tesszük, gyakorlatilag energiát termelünk saját részünkre. Meg maga a cég profilja. Egyrészt, másrészt pedig azok az eszközök, amiket telepítünk, és amit működtetünk, ezek mind a klímavédelem mellett szólnak. Igen, azért mondtam, hogy kézenfekvő lesz itt a válasz. Megtakarítás, gyakorlatilag megtakarításról és kifejezetten környezetvédelemről tudunk beszélni. Nekünk ugyanúgy a korábbiakban, hát ismételni tudom magamat, és elnézést érte. A megtakarítás, az energia megtakarítása, a kibocsátott széndioxid megtakarítás, átszámítható ez olyanra, hogy hányszor kerüljük meg a Földet, nem tudok valós számot így most mondani, de nagyon nagy számokat. De jó lenne, hányszor tudnánk megkerülni ebből az energiából a Földet? Hát, ha jól tudom, 40-szer az elkövetkező 5 év alatt, abból az egy projektből, amit a Telekomnál csináltunk. 40-szer? 5 év alatt. De ha tévedtem egy kicsit, akkor elnézést. Lehet, hogy csak 35, de az is egy eléggé szép teljesítmény. Még ilyen volt, hogy környezeti teljesítmény, környezetközpontú menedzsment, akkor ezekre már így külön-külön ne válaszoljunk. Mit jelent a díj? A cégnek, az embereknek, akik ott dolgoznak, a tulajdonosnak, az igazgatónak, nem tudom, ez a díj. Van egy Delfin díjunk?
mint ahogy mondtam a legelején, mi akkor ünnepeltük szinte akkor a 11. évünket, úgyhogy nekünk szinte egy olyan úgy tűnt, mint annak a 11 évnek az elismerése. Azóta is ezt a díjat mondjuk a tárgyalóasztalon tartjuk, úgyhogy mindenkinek mutatjuk. Én azt gondolom, hogy ennek mindenképp van egy elég erős marketing hatása. Azon kívül pedig én azt gondolom... akkor ezt sokan ismerik, és mondjuk ez a Delfin díj... Direkt azért tettük ki, gyakorlatilag egy nagy tárgyalóasztal, ahol nagyon sok esetben vendégeket is fogadunk, és akkor nagyon sokan megkérdezik, hogy mit is jelent ez a Delfin díj. Én azt gondolom, ez is valamilyen szinten egy hozzájárulás ahhoz, hogy bemutassuk a Telekomot, bemutassuk azt, hogy igenis ez a Delfin díj, ez miért alakult, hogy mit lehet ezzel megpályázni. Kismértékben gyakorlatilag hozzájárulunk ennek a bemutatásával, illetve én azt gondolom, mi részünkre azért is fontos volt, mert ez további erőt ad a munkánkhoz, mert azt látjuk, hogyha igenis valaki kitartóan végzi a munkáját, és tényleg ebbe a szellemiségbe dolgozik, illetve az összes kolléga, aki ezt csinálja, hasonló módon gondolkodik, akkor valamilyen szinten elért egy olyan elismerést, amit érdemes tovább vinni. És akkor ugyanígy adódik a kérdés, hogy a Delfin díj az mit jelentett? Ez csak presztízs? Hát hadd mondjam azt, hogy valójában egy cég életében, egy ember életében mindenkinek, ha a munkáját elismerik, az egy jó leső érzés. Hogyha valódi szakmai munkát ismernek el, az egy valóban jó leső érzés, és azt az ember örömmel veszi tudomásul. Mi nem voltunk olyan sikeresek, mi 20 év munkát fektettünk ebbe bele, tehát végül is a Wagner Solar 10 év után sikeresen abszolválta ugyanezt a lécet, amit mi most csak ennyi idő alatt tudtunk teljesíteni, de hát ugyanígy hozzátartozik, hogyha az ember egy szakmai díjat kap, cikkeket ír a folyóiratokba, szakcikkeket, jó esik, ha elismerik. Elektrotechnikai Egyesülettől déri díjat kaptunk, nagyon jó. Ez mind-mind hozzátartozik egy cég képéhez, hogy milyen szakmai háttere van. Tehát ne az legyen, hogy egy marketinges szakember elmagyarázza azt, hogy A, B vagy C, milyen kiváló és milyen jó, hanem valóban tudjuk elmagyarázni a partnereinknek, és én a vevőinket partnereinknek tekintem, és az egész cég így gondolkodik, hogy ez miért? Mi a műszaki előnye? Tehát nem szabad azt mondani, hogy most ez azért, mert a ABC vagy D külföldi nagy multi azt mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt meg kell vizsgálni, az embernek meg kell emészteni egy kicsit szakmában, és utána annak alapján a saját tudását hozzá kell adni, hogy ez valóban jó. Van ennek egyébként, bocsánat, csak hogy reklámérték egy ilyen díjnak? Szóval, hogy ez például egy cég megérzi azt, hogyha kap egy ilyen zöld díjat, mert akkor ezt nevezzük zöld díjnak, szóval, hogyha kap egy ilyen zöld díjat, akkor mondjuk egy kicsit többen keresik olyan emberek is, akik egyébként nagyon odafigyelnek arra, hogy honnan vásárolnak, vagy milyen céget vesznek, vagy milyen céget keressenek meg. Ilyen szempontból előnynek számít egy ilyen díjat képvisel, vagy egy ilyen díjat megkapni? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp. Hogy ezt érzitek is a bőrötökön? Vagy ez csak hangzatos, hogy igen, vagy hogy tényleg érzitek azt, hogy ennek valóban a reklámértéke? Ha erre konkrét példát kívánom, akkor nyilván megnéznénk, mert ezt erről a Delfin díjról egy rövid kis film fel van a honlapunkon is, és hogyha most megnéznénk azt, hogy hányan nézték meg, akkor lehet, hogy pontosabban lehetne választani. Én azt gondolom, talán ott van értéke, hogy minden területen, akár ami példákat véve, nagyon sok cég tevékenykedik, nagyon sokan vannak a piacon, nagyon nagy a kínálat, és hogyha valaki keres, és mondjuk olyan céget talál, aki valamilyen elismerésben részesült, az biztos, hogy nagyobb bizalommal fordul a céghez. Legalábbis én ezt így gondolom. Kifejezetten azért, hogy most jött hozzánk valaki, aki ezt látta, vagy ezt hallotta. Ilyet nem tapasztaltunk, viszont azóta már van olyan, hogy Telekom dolgozó is volt nálunk, és azért a Telekom dolgozónak jó volt elmondani, hogy gyakorlatilag az ő munkáltatója bennünket díjazott, és tényleg ez a bizalom pillanatok alatt kialakult közöttünk, és nem volt kérdéses, hogy tőlünk mikor veszi meg, de az volt a lényeg, hogy mikor családjában ezt mikor tudja, úgymond ezt elfogadtatni, hogy ő mekkora beruházást szeretne végrehajtani. Ugyanígy, saját bőrön a tapasztalat arról, hogy akkor megvan ez a díj. A valóság az valahol ott van, hogy talán az embernek a hitelességét. Ezt, ami talán a legfontosabb. Ennél több nincsen. Tehát, hogyha valaki, amit mond, azt elhiszi a partner, és az valóban igaz, és ezen soha nem bukik meg 20-30-40 év alatt, akkor az sokat számít, és ez annak az elismerése valahol. Tehát ez, szoktam mesélni, hát az egész Delfin díjas munkánkat 4-5 éve kezdtük valójában. Tehát akkor a Telekommal elkezdtünk egy beszélgetést,
bocsánat. És ennek során jöttek elő ezek a kérdések, amit megválaszoltunk a Delfindíj pályázat során is. Tehát ez egy hosszú folyamat. Egy hosszú folyamat, és ezt azért tudni kell, hogy ezekre illik válaszolni a szakmának. A szakmai kérdésekre szakmai választ kell adni, nem marketing választ. Ez a legjobb. Ez a legjobb, mert ez legalább őszinte, hogy vagy tényleg annyira jó lenne, hogyha így működne a legtöbb KKV vagy nagy cég, és mindenki nevezne Delfindíjra, és mindenki egy idő után meg is kapná azért, mert megérdemli, és utána pedig kiletne a tárgyalóban, hogy nekünk ez megvan, vagyis tényleg felelősségteljesek vagyunk, próbálunk környezettudatosak lenni. Ez így a legkerekebb. Én nagyon szépen köszönöm, uraim, hogy itt voltatok. És köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen a lehetőséget, és örülünk, hogy szívesen jöttél. Ennyi volt már az Egyenlítő, a kérdések és a válaszok összeérnek. Tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig látogassák meg honlapunkat és IVIV, illetve Facebook oldalunkat. Viszontlátásra!